Sziasztok, RG konyhája, Repi vagyok, és kefíres házi kifliket készítettem. Fogadjátok szeretettel! Összeállítjuk a tésztáját ennek a nagyon finom házi kiflinek. Elsőként a lisztet átszitálom, ez BL55-ös finom liszt, és ez 1,5 kg. Azért szoktam átszitálni, mert csomómentesíti, fellazítja így a szerkezetét, és esetleges szennyeződéseket eltávolítjuk. Ez a lényege neki. Ami ide ki van mérve, ez a tejünk, és ehhez teszek 20 g élesztőt. Nagyon oda kell figyelni a hőmérsékletnek a tésztára, főleg téli időszakban, mert ha nagyon hűvös, akkor nem lesz jó, nem fog jól érni a tészta. Mikor ilyen nyári meleg van, mint például most is nagyon meleg, akkor meg nagyon gyorsan el tud menni a tészta. A lényeg az, hogy a nyári időszakban hűvösebb legyen a tej, tehát nem kell hűtőhidegnek lenni, hanem olyan, amit szobahőmérsékletű téli időszakban meg mindig langyosítsatok rá. Jó, benne van az élesztőm, és teszek hozzá a kimért lisztemből 2-3 evőkanállal, és beleteszem a 10 g kristálycukrot, ezt pedig jó alaposan most eldolgozom, elkavarom. Jó, most félreteszem, és amikor majd elkezd habzani, akkor már kész van, tehát felfuttatjuk az élesztőt, ennek az a lényege neki. Nagyon szépen felfutott az élesztő, úgyhogy elkezdhetjük a dagasztást, pár perc volt az egész. Jöhet a só, ez 10 g só, amit beleteszek. A sót azt elkavarom. És most jöhet bele a tej. Az élesztővel, cukorral. Jó, egy pohár kefír, ami hozzámegy, és így nagyon kevéske kis vajat rakok bele, ami nem hűtőhideg, tehát szobahőmérsékletű már itt, amíg előkészültem, ő szépen megolva, és az egészet most készre fogom dagasztani. Szépen kidagasszuk. Természetesen géppel is el lehet ezt készíteni, mindent össze kell rakni. A keménységét már érzem, hogy tökéletes lett. Ez a 2 dl tej, hozzá ez a pohár kefér, ez tökéletesen jó állagot adott neki. És most már tényleg csak annyi van, hogy alaposan szépen ki kell dolgozni. Jó, alaposan kidagasztottam a tésztámat, még egyszer mondom, az arányok teljesen rendben vannak. Nagyon jó kis rugalmas, a kézzel dagasszátok, addig kell dagasztani, amíg ezt a kis rugalmasságot nem érzitek benne, jó? Tehát érezni, amikor így összeáll. Kicsit fölgömbölyítem. Nem is nagyon kell lisztezni se alá, nem tapad le, és nézzétek meg, milyen szép sima lett a felülete. Nagyon halvány, alá lisztezek, most le fogom takarni, ez lesz a tésztaérés. Ez 45 perc, kellemes meleg helyen, és 45 perc múlva elkezdjük most már feldolgozni a mi kiflinket. Hajrá! Eltelt a 45 perc, és elkezdjük feldolgozni most már tésztánkat, oda nézzük, hogy milyen szépen beindult. Azt a mindenit, neki nagyon jó idő van, nagyon jó meleg, úgyhogy kellemesen tud dolgozni a tésztánk. Általában 8 darab kiflit szoktam ebből a mennyiségből készíteni, azok a normál méretű kiflik, de én most 4 darab nagyobb kiflit fogok készíteni, és hogyha azt akarjátok, hogy teljesen pontosan egyformák legyenek, akkor annyi a dolgotok csak, hogy lemérítik a tésztát, és elosztátok annyi fele, amennyit szeretnétek csinálni. Minden egy picit ide. Ez 218 g-os tésztadarabok lettek, úgyhogy elég nagyok. Most fel kell gömbölyíteni a tésztánkat, felfrissítjük, rendezzük benne a sikérszálakat, nagyon jó tartása lesz majd a tésztánknak. Lényege annyi, hogy ráteszitek a tenyeretekre, és szépen a másikkal nyomjátok. Tapadás ugye a tenyereteken van, arra figyeljetek oda, hogy ne legyen lisztes, jó? Mert ha lisztes, akkor nem tud megtapadni jól. Lényeg az, hogy nyomjátok, behúzzátok a karmatokat, és szépen így elkezditek a hüvelykújatokkal többivel így alá dolgozni. És gyönyörűen fel fog gömbölyödni ez a sikér szál, sikér fonal, szó szerint egy ilyen, mint egy cérna szálat képzeljetek el, az így rendeződik benne. Így. Egy picit itt alá lisztezek. Leteszem, ha nagyon nagy, és nem bírjátok máshogy, hogy egy kicsit így alá tudtok dolgozni. Tehát így is föl lehet gömbölyíteni. Arra figyeljetek, hogy ne szakítsátok meg, tehát ne szakadjon, ne feszítsétek túl, jó? Most csak az a lényeg, hogy egy picit rendezzük a tésztát.
és a negyediket is. Felgömbölyítem. Egy picit várok vele, oly de szép hólyagos, de szép kis bubis tészták. Egy picit várok vele, és elkezdjük feldolgozni. Hagyom egy picit pihenni a tésztát, hogy engedjen a sikérszerkezete neki, könnyebben lehessen kinyújtani, és jön az, amikor megformázzuk majd a kiflit. Egy tepsire ez gyönyörűen rá fog férni, és hogy így ne pömörögjön össze, vissza, meg csúszkáljon. Nagyon egyszerű trükk, kicsit levízezitek a tepsit. Amúgy is jó, tehát majd a kiflinek sütéskor. És szépen belerakjátok a sütőpapírt. Ennyi. És már nem is csúszkál. Egyelőre ezt félreteszem. És kezdjük el a kiflinek a megformázását. Félreteszem ezeket is, hogy lássatok. Jobban. Ez volt az egyik legfontosabb, amit meg kellett tanulnunk annó, mikor tanultam a pék szakmát. Kifli formázása. Slusszal felfele letesszük. Ide nem tettem külön lisztet, csak itt megforgattam egy picit, és középről fölfele, lefele elkezdjük kinyújtani. Arra érdemes ilyennél odafigyelni, ennél a kiflinél, mikor nagyobbakat csinálunk, hogy egy kicsit a tetejét ilyen szélesebbre nyújtsátok meg. Ha nagyon rakat, akkor tegyetek alá egy kis lisztet, most így szépen lassan mutatom. Amennyire vékonyra engedi, nyújtsátok majd el. Kész van Afrika forma, úgyhogy jöhet a sodrása neki. Kicsit megemelem, és annyit csinálok, hogy először egy kicsit itt föltekerem. Így. És utána ezzel a mozdulattal így, tehát ívesen kifele elkezdjük föltekerni a kiflit. A végén megállok, megfogom, kicsit húzom, de nem szakítom meg a tésztát. Mondom, nem szakítom meg, és szépen így hozzá rakjátok. Megkeressük a végét, fordítunk rajta egyet. Jöhet a tepsi, szépen így rátesszük, a négy darab így fog szépen elférni. És már megy is. Meg vagyok a kiflikkel, szépen le fogom takarni, és jöhet a keresztés, most beszélünk keresztésről, és a sütőt elkezdem most már előmelegíteni, 200 fokos sütőbe fogom elkezdeni sütni, úgyhogy alsó-felső sütéssel lássam természetesen, úgyhogy körülbelül egy ilyen 20 perc múlva szerintem ebben a melegben már lehet sütni. Na, de majd mondom a pontos időt. Nagyon gyönyörűen megkeltek a kiflik, oda nézzetek milyen szép nagyok. Hát a legegyszerűbb megállapítás az, hogy megvan kellve, hogy hatalmas térfogat növekedés van, illetve ha megnyomjátok, még így szépen lassan jön vissza, és nem az van, hogy bennmarad az ujjatok, akkor biztos, hogy megvan kellve. Ha meg bennmarad az ujjatok, hogy hozzájétek és összesik, akkor ajjáj, ott már gond van. Ne jöhet a sütése neki, tiszta vízzel szépen lesvicszelem, jó nedves legyen a felülete neki. Ez azért fontos, mert még lesz egy hirtelen térfogat növekedés benne, és jó lenne, ha azt így kibírná. Nem szakadozik össze-vissza. Jó alaposan, nyugodtan ide mellé is mehet, úgyis el fog párolódni, kell az a kis gőz neki az elején. És lehet sajttal megszórni. Én kettő darabot fogok csinálni, úgyhogy sós köménymagos, azt jelenti, hogy egész köménymagot egy kevés sóval összekevertem, nagyobb szerű sóval, szépen így megszórom. Vitang jó lesz. Kettőt így megcsinálok sós köménymagosra, kettőt pedig meg hagyok így simára. A sütő már elő van melegítve, 200 fok, alsó-felső sütésállás, és körülbelül 20 perc alatt fog ez megsülni. Jó ropogósra akarom megsütni, de azért figyelek arra, hogyha nagyon pirulna a vége fele, akkor egy picit visszaveszem a hőfokot. Na már a sütőbe! Na drágáim, kisültek a kiflik. Ahogy mondtam, hogy jó ropogósra megsütöm, nagy kiflik, most le kell a tetejét vízzel spriccelni. Nem kell eláztatni, arra figyeljetek oda. Nagyon-nagyon szép színes lett. Oda nézzetek az alja, itt látszik, hogy szép fehér, de én így szeretem jó ropogósan. Na várunk, hogy kihűljön, és akkor megkóstoljuk. A sütési idő amúgy 20 perc volt.
Elkészültek ezek a nagyon-nagyon finom kiflik. Ez egyiket mindjárt hallgassátok. Csak úgy ropog, kívül roppanós, belül puha. Úgyhogy én mindjárt egyet így széttörök nektek. De mielőtt megteszem, remélem tetszett a videó. Ha igen, kérlek iratkozzatok fel ide a csatornára, keressetek a Facebookon, a TikTokon is, és kívánom, hogy legyen sikeretek ehhez a kiflihez. Higgyétek el, nagyon megéri elkészíteni. Na de nézzük, hogy milyen. Ó, de nézzetek. Azt a mindenit neki. Így esik szét, ahogy tekerés ott van neki. Illat baromi jó. Roppan. Legyen sikeretek, sziasztok! Úristen, de jó. Ma megyek egy kis tejcsijé. Ciao.